életre valók. Egy magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akiknek a munkájuk nem csak a foglalkozásuk, hanem már-már a hivatásuk, vagy akiknek olyan hobbiuk van, amit nagyon-nagyon szívesen akár több órán, több napon, héten, vagy több éven át is űznek, akik nem riadnak meg a problémák láttán, és akik másoknak is szívesen segítenek, ha úgy adódik. És a mai életre valónk Andrássy Bálint. Szervusz, sok szeretettel üdvözöllek. Szervusz, én is köszöntelek. És az első bevezető kérdésem, vagy felvetésem az az, hogy állítólag a Schuster Lóri a P-Mobilból téged szokott felhívni, hogyha arra akar emlékezni, hogy mi is történt 30 évvel ezelőtt, úgyhogy akkor mindjárt vágjunk a közepébe, hogy is van ez. Igen, ez a sajátos helyzet állt elő, ezt nagyon sarkalatosan egy barátom fogalmazta így meg. Igen, valóban egy 50 éves rockzenekarnak a motorja, főnöke, minden tudója, gyakorlatilag volt már rá példa, hogy engem hívott föl, mert én hát úgy ástam bele ebbe a zenekarba magamat, hogy gyakorlatilag én a krónikása lettem ennek a zenekarnak. Na de akkor ez hogy is kezdődött? Ez a dolog, ez egy nagyon-nagyon, hát most már én is mondhatom, hogy lassan 10 évre visszamenő, visszagyökerező dolog, hogy én ezzel komolyan elkezdtem foglalkozni. Maga a zenekarral való kapcsolat az meg olyan 7-8 évre tekint vissza, de egy igazi zenerajongónak az elvakultságával álltam neki a dolognak, és tényleg minden gyűjtöttem róluk, minden adatot, minden információt, és ez kiteljesedett egy olyan tudássá, adatbázissá, ami speciális az én kezembe futott össze, és valahol a zenekar nyitottsága és Schuster Lóri nyitottsága volt az, aki ezt meglátta, és ezt hasznosítani kívánta és akar, és mai napig teszi is rajtam keresztül, és így egyfajta közös együttműködés munkakapcsolat alakult ki, barátság mellett természetesen. Nem úszod meg ilyen egyszerűen, szóval hogyan is volt ez, hogy építsük fel kicsit lépésről lépésre. Ez volt így általánosságban, hogy ez hogyan konkretizálódott tényleg felelhető cikkektől, hanganyagokon át minden egyébet gyűjtöttem, de voltak mégis olyan sötét foltok, amiket én nem ismertem, és ezzel én úgy éreztem, hogy ez a zenekar közvetlenül megkereshető. Nyitottak voltak a honlapjukon, ott voltak az elérhetőségük. Én ez alapján a Schuster Lórit megkerestem egy e-mailbe, majd telefonáltunk ismeretlenül egy órán keresztül. Legközelebbi koncerten oda mentem hozzá, gyakorlatilag arcot is adtam az írás mögé, és onnantól tudtuk egymás számát, és megismerkedtünk. Akkor is nagyon sokat beszélgettünk első találkozásunkkor, és valahogy meglátta bennem ezt, hogy szerinte tudnánk mi együtt működni, és nagyon sok értékes dolog lehet az én kezemben. És ez így szépen fokozatosan, először csak egy dolgot kért tőlem, kettőt, aztán utána ez valahogy szépen fokozatosan, azért visszagondolok, nem is nagyon, tényleg egy ilyen meseszerű dolog, hogy ahogy ez alakult magában, hogy én gyakorlatilag a zenekar háttércsapatának tagjává váltam szépen fokozatosan. Ez volt olyan, egy kiadvány esetén fölhívott, hogy meg akarom-e írni a CD-be való fülszöveget. Hát hogy ne szeretném a kedvenc zenekaromnak egy ilyen munkájához adni a nevemet. És fokozatosan alakult ez, adott mindenféle lehetőséget, míg nem, aztán nekem jött egy olyan lökés, egy fordulópont, amikor tényleg már azt mondjam, hogy beszippantott a gépezet, amikor is régi kalózfelvételeket is gyűjtöttem, ami annyit jelent, hogy a rajongók a 70-es, 80-as években saját magnóval bementek a közönségbe és fölvették a koncertet. Tehát mindenki elképzelheti, hogy ez milyen hangminőség. Mindenre azért volt szükség, mert a zenekarnak nagyon sokáig nem jelenhetett meg lemeze, őket nem annyira szerette az állami gépezet. Ebből adódóan viszont nagyon-nagyon sok hanganyaguk fönt maradt, és én ezekből próbáltam meg valami kis egyedi írást egy dalukkal kapcsolatosan levezetni, egy cikket, egy ötletet. Ezt megírtam, és igazából nem terveztem én ezt semmilyen nagy közönségnek bemutatni, csak úgy önmagában, hogy ez milyen érdekes, hogy az adott dal kialakult, és a mai nap ismerjük, a közte eltelt időszak az, hogy hogyan formálódott, alakult. Gyakorlatilag ezt írtam le, ezt elküldtem a Lórántnak, és én
másnap arra ébredtem, hogy ez fönt volt a honlapon már ez az írás. Utána kiegészítettem az adott zenékkel, amikről szó volt, és akkor innen gyakorlatilag spontán alakult ez, hogy akkor hogy én egy cikk sorozatot is írhattam a Pionville honlapján. És innen kezdett megismerni engem az ő közönségük. Ez a két kérdés adja magát, ugye számunkra, laikusok számára. Az egyik az, hogy miért pont a P-mobil, tehát hogyan kezdődött, és a másik pedig, amit mondtál itt a dalokkal kapcsolatban, hogy vizsgálni azt, hogy váltak azzá, amivé, hiszen általában amilyen dalokat ismerünk más szerzőktől, meg más előadóktól, azok megszülettek, olyanok voltak, és a mai napig is olyanok, tehát erről beszélj egy kicsit. Miért a P-mobil? Gyakorlatilag ez szerintem szívügy mindenkinek, ami megtetszik. Nekem is ez így volt. Én nagyon sokféle zenét hallgatok tényleg, tehát a jazz blues vonaltól a nagyon durvább metal zenéig, és ami közte van, ott nincs megáll, és én nagyon sokáig hirdettem magamra azt, hogy nincsen kedvenc zenekarom. Tehát én erre büszke voltam. Majd egyszer csak észrevettem, hogy pontosan a mobillal sokkal többet foglalkozom, mint mással, mert amúgy tényleg rokkújságokat olvasok, hírportálokat, szóval minden eléggé nagy kanállal fogyasztom a rockzenét, de velük különösen többet. És rá kellett jönnöm, be kellett vallani magamnak, hogy igen, én nekem van kedvenc zenekarom, hogy mondjam, akkor igazából fanatikusa vagyok. És ez egyszerűen jött természetes módon. Valahogy annyira az életérzés, a zenéjük, a szövegviláguk, a mondani valójuk, minden annyira engem szólított meg, annyira magamat láttam viszont, vagy az én érzéseimet, hogy valószínűleg ez alakította. És lehet, hogy pont kicsit ez volt az, ez a sajátos életérzés, azért is jött át, pontosan válaszolva a második kérdésre, hogy ők nem egy átlagos zenekar abból a szempontból, hogy tényleg a próbateremben megszülettek egy dal, azt egy lemezre fölveszik, azt a nagy közönség megismeri, és akkor az olyan, amilyen. Hanem, mint már említettem talán az elején, hogy őnekik egy picit ez a lemezkészítés és ez a pártállami világ miatt egy kicsit nehéz hányattatott sorsuk volt. Ebből adódóan őnáluk, amikor megszületett egy-egy dal, akkor az akkori kultúrbizottság, a Sanzon bizottság, ugye ott kellett a dalokat hát legitimizálni, hogy egyszerűen rádióadásba kerüljön, vagy felvételre kerüljön, és ezért nagyon sokszor inkább a szövegekkel küzdöttek. És akkor így nagyon sok szövegváltozata készült például egy-egy dalnak az idők folyamán. A zenekari fölállások változtak, ebből adódóan nagyon sok hangszerelése született egy dalnak. És én ezeket a folyamatokat próbálom meg azok által, a felvételek által, megörökített időpillanatok által levezetni. A szépen nagyjából tudható, mikor született meg, szerencsére maradtak fönn próbatermi felvételek, amik gyakorlatilag az első stádiumot jelentik. És végül azért csak-csak megszületett ugye a 90-es években már mondjuk stúdió felvétel is belőle, ahogy eredetileg megálmodta a zenekar, és a közte lévő rengeteg állomást, az pedig ezek alapján, a felvételek alapján is, és zenekari felállások, minden egyéb apró mozzanatot próbálok levezetni. Ez önmagában egy érdekes, de azért tömény adathalmaz, amit szerintem így dalonként, mert ezek olyan, ha azt vesszük, akkor egy ilyen 5-6 perc alatt elolvasható rövid cikkek, szösszenetek, tehát azért az érzékelhető ebből, hogy azért abba bele van sűrítve minden, és abba nincs nagyon nagy mellébeszélés. Érdekel ez, amit te leírsz? Tehát ez inkább ilyen bájtfülőeknek szól, vagy hogyha én teljesen kívülállóként elolvasom, akkor számomra is van érdekes mondani valója, vagy üzenete? Szerintem is egy kicsit, de mindenképpen használati útmutatóként azt hozzá tudom tenni, hogy ilyen esti mesés olvasmány, hogy egy este egyet olvasson el az ember, és hallgassa meg hozzá esetleg a zenéket is, bár ehhez is kell egy kicsit Whitefieldnek lennie, hogy az ember azért tudja élvezni vagy értékelni azokat a régi ütött kopott felvételeket, hogy azért azon mi szól, mert néha tényleg olyanok, hogy azért az már nem a mai fülnek megszokott. Tehát nem csak a rajongóknak. Én szerintem, hogyha valaki tényleg szereti, nem is kell a zenét, érdekes lehet önmagában, mert azért arra törekedtem az írásokba, hogy egy picit mindig belehelyeztem az adott szituációba, vagy a dalszövegből kiindulva, vagy az adott korból, és mindig valami felütése van egy-egy cikknek, és lehet, hogy tud hozzá kötődni. Mondok egy példát a 2 forintos dalnál, ugye azt hiszem az első mondat valahogy így hangzik a cikkemben, hogy
adj egy Bélást, öcsém. És akkor a Bélás, mint a két forintosnak ugye a slangben használt változata, és ebből elindulva indul el a cikk. Tehát mindig van valami olyan, amivel azért a idézőjelesen, nagyon idézőjelesen az átlag hallgatót, érdeklődőt is meg tudja fogni, mert nagyon sok mindenre reagál. Pontosan itt is visszacsatolok arra, hogy a zenekar azért az életből veszi a dolgait, és nem csak a szerelemről, nyárról és a napfényről vannak dalok a mobilnál. Szóval szerintem érdeklődésre tartott számunk más irányba is, de elsősorban szerintem azért a rajongók azok, akiknek ez szól. De ilyen sokat foglalkozol ezzel a témával, és szívesen majd arra is kitérünk egy kicsit később, hogy mennyit foglalkozol ezzel. Van-e néhány olyan leg, amit ki tudnál emelni, ami a legérdekesebb volt számodra ebben az egész pályafutásban, legmegdöbbentőbb? Tehát azok a bizonyos legek, amik vittek tovább ezen az úton. Hú, hát önmagában már az, hogy én ide kerültem, az már egy leg, hogy egyáltalán az ember ugye van egy rajongása, látja a művészt a színpadon, teljesen mindegy, hogy miről van szó, azt szerintem önmagában az ember csak rácsodálkozik el egy színházba is, akkor az nagyon jó. És hogyha azt az ember csak az utcán látja elmenni maga mellett, az neki már egy óriási legleg. Én meg ezekkel az emberekkel egy asztalnál eszem, iszom, szórakozunk, meghívom őket, voltak nálunk nyáron, tényleg kikapcsolódás címszóval. Szóval én nekem ez már mind legleg, hogy gyakorlatilag a hétköznapjaikba is belelátok, és baráti a viszony. És megelevenedett a művész embernek, hát, hogy mondjam, a természetes hétköznapi énje. Ez már nekem óriási, hogy ez idáig eljutottam, és tényleg ez valahogy adta magát. De hogy konkrétan olyan zenei leglegek, már az, hogy beláttam egy zenekar működésébe. Próbán jártam, turnébuszon ültem velük, backstage, minden, ami hozzátartozik ez az életformához, hogy én ebben úgy belekóstolhattam, hogy sem nem zenész vagyok, sem nem senki, és mégis valahol részese lehettem a nagy rock and roll gépezetnek, és ez nekem már óriási. De hogy most kiemeljek egy olyan megfogható konkrétumot például, a zenekarnak az első bakelit nagy lemeze az 1981-ben jelent meg, és 2011-ben az én saját lemezemet szétvágtam, a borítóját, meg a belső borítóját, és készítettem belőle egy ilyen molinó félét, ráragasztottam a lemezt, és akkor egy nagy 30-as számot ráraktam, mert egy 30 évvel ezelőtt jelent meg, és egy ilyen ünnepélyes keretek között az egyik koncerten átadtam a zenekarnak, ezt meglátta a gitáros, és mondta, hogy szétvágtad a saját lemezedet. Igen. Hát azt mondja, neki még van saját tisztelet példánya az eredeti 30 évvel ezelőttiből, soha le nem játszott példány, sőt a második lemezből is van, és ő megtisztel azzal, hogy nekem ad belőle. Úgyhogy nekem otthon van a gitárostól két olyan eredeti példány, amit soha nem játszottak. Még csomagolójegy is van benne, hogy mikor, melyik műszak készítette az adott lemezt. Szóval ez nekem például egy leg, hogyha gyűjtő ember hallgatja, nézi ezt a műsort, akkor ő neki most biztos a padlón az áll, hogy ilyen egyáltalán van. Szerintem ez például egy olyan. Ugye egy másik generációhoz tartozol, mint ők. Hogyan találod meg velük a hangot, és ahogy említetted, ugye, hogy egyre bensőségesebb, én barátibb lett a kapcsolat. Mit jelent ez, milyen gyakori találkozások ezek, vagy mennyire személyesek, mennyire interaktívak? Az elsősorban azért tényleg koncertre járás a találkozások színterei. Ez évente azért 10-15 alkalommal, és abban a picit szerencsétlen helyzetben vagyunk, hogy Dél-Magyarországot annyira nem, pedig az egész Kárpát-medencét bejárja általában évente a zenekar, de szóval ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy általában utazással tudom én is elérni őket. Hogyha azt veszük, hogy évente mondjuk egy 15 alkalommal már koncerten találkozunk, ez azért azt jelenti, hogy én általában korábban oda megyek, úgy is találkozunk utána is, de ezen kívül mindenképpen május elején van a zenekarnak a hivatalos születésnapja, akkor mindig van egy zenekari összejövetel, ahol a hozzám hasonló segítők is részt vesznek ezen a kis baráti összejövetelen.
És hogyha összejön úgy a nyár, vagy valami olyan esemény, vagy egy olyan koncerthelyszín, ahol esetleg még ott lehet maradni, vagy két koncert között, akkor ott is tudunk csatlakozni, meg találkozni. Szóval azért elég sok alkalommal, és ez hol kötött, hol kötetlenebb, de talán még az is könnyen utat vezet hozzájuk, meg felém is nekik, hogy jelenleg azért több 30 év körüli tagja is van a zenekarnak, tehát hogy azért ők generáción beliek inkább, de kétségtelen, hogy én először a Schuster Lórival lettem jóba, aki meg tényleg apám lehetne, úgyhogy igazából nincs gond ezzel, meg ő egy olyan nyitott ember szerintem, aki mindig is körülvette magát olyan fiatalokkal, és azért ő maga is nyitott minden fiatalos dologra, mai okos technikát úgy kezeli, hogy bárki megirigyelhetné, és szerintem pont ez az, amitől ez a zenekar érdekes még többek között. Mennyi időt töltesz a szabadidődből ezzel a hobbiddal, és mennyire költséges számodra ez a hobbi? Jogos a kérdés. Hát ezt én meg nem tudnám számolni tényleg, hogy mennyi óra idő van ebbe, munka van ebbe. Amíg az ember olyan szeretettel csinálja, hogy ezt észre sem veszi, amikor ezzel foglalkozik szerintem. Nem tudnám nevesíteni, hogy tényleg mennyi idő van benne. Van, amikor tényleg hetekig hozzá se nyúlok, úgymond a dologhoz, de van, amikor meg akkor most csinálni kell, akkor egy picit, akkor belemegy az éjszakába is. Hogy mennyire költséges, az hát érdekes. Nem tudnám megmondani tényleg, hogy ezt idézőesen forintosítani, de azért az embernek bele kell nyúlni nyilván a zsebébe, hát nem egyszerű elutazgatni innen, oda, onnan, ide. De hozzá tartozik, hogy azért nagyon jó közössége van a zenekarnak. Ezt azért kell kiemelni, mert nem egyedül szoktam utazni, hanem itt Baranyában különösen nagyon sok jó barátja van a zenekarnak. Aztán pont ezért is tudtam én is közelebb kerülni hozzájuk, mert ők tényleg egy ilyen, kicsit ilyen népi vándor jelleget öltenek, amikor elindulnak, mert minden városban van ismerősük, minden városban várják őket valahol. Tehát az nem úgy van, hogyha ők egy koncertre mennek, akkor biztos, hogy délelőtt el kell indulni, mert délben őket már várják valahol valami finomsággal. És ilyen módon ugyanez megvan Baranyában is. Nyilván koromban adódom, ezek a kapcsolatok már korábban kialakultak. Én ezeket az embereket idővel megismertem, és velük tudunk együtt utazni például egy koncertre, és akkor így azért már a költségek azért, szóval hatékonyabbak. De kétségtelen, hogyha most az ember kiszámol egy 15 koncertre, pár száz kilométert elutazik csak úgy a hétvégén, és ezeket elkezdi szorozni, osztani, akkor van költsége kétségtelenül. De hozzá kell tennem, hogy például én eljutottam nyilván abban a státuszban, hogy én nekem mondjuk belépőre viszont már nem kell költenem. Ugye van egy civil foglalkozásod, és amikor éppen nem úgymond p-mobilozol, akkor mivel töltöd a szabadidődet? Van-e egyéb olyan tevékenység, amit szívesen csinálsz, sportolsz-e valamit? Tehát mivel telik amúgy az életed? Civilben pályázati tanácsadó vagyok, Európai Uniós pályázatokkal foglalkozom, tehát gyakorlatilag a hétköznapokat ezt tölti ki. Ezen felül igazából tényleg csak nagybetűvel a rockzenét tudnám említeni, ami oly módon, hogy tényleg ez az, ami az én hobbim, mert amúgy tényleg imádom az élőzenét, de ez bármi lehet tényleg, felőlem lehet ez egy egyszálgitáros zene, akár komoly zene is, színházat is nagyon szeretem, tehát engem az élő művészet az mozgat, azt nagyon szeretem, fesztiválokat, és tényleg színház, most is itt volt a Poszt, három előadáson voltam, volt szerencsém most legalábbis eljutni. De ezen felül tényleg szeretek utazni, szeretem Magyarországot beutazni például. Tehát külföldre is nyilván szeretek menni, de annyi felfedezendő hely van ebben az országban, hogy például azt nagyon szeretem itt bárhova eljutni a legkisebb településig, és felfedezni még olyan területeket, amerre nem jártam, ez mindenképpen, és olvasni könyveket. Tehát ilyen kicsit földhöz ragadtabbak a hobbiaim. Sportolás az egy sportsérülésbe adódóan sajnos már annyira nincs jelen az életemben, de talán ezek azok, amik az ilyen szabadidős
tevékenységeim és az ide ezeket a szabad részeket kitölti. Hihetetlenül elszaladt az idő, úgyhogy éppen egy utolsó, illetve két utolsó kérdésem van idő. Az egyik az az, hogy amikor valami nehézségbe ütközöl, akkor azt hogyan kezeled? Most akár lehet itt a gyűjtéssel, ezzel a hobbiddal kapcsolatban is, tehát hogyha valami nehézség, vagy kis törés, vagy bármi, akkor azt hogyan kezeled? Illetve hogyan képzeled el a következő éveidet? Hát szerencsés voltam a nehézségek kapcsolatban is. Ez egy olyan közösség, ez a rock'n'rollnak ez az underground része, olyan kis közösség van az interneten, illetve tényleg a mai technika alapján, hogy én például nagyon sok segítséget kaptam olyan emberektől, akikkel még személyesen nem is találkoztam. De nagyon jóban vagyunk például. Tehát, hogy ez a jókor, jó helyen voltam, és szerencsésen lavíroztam, és mindig előbukkant egy olyan ember, aki a kellő információt nekem megadta. Hát nagyon sok nevet tudnék itt most felsorolni, akiknek sokat köszönhetek azért, hogy nálam ez az egész összeállt, és én most ott vagyok a Playmobil-a kapcsolatban, ahol vagyok. Tehát rengeteg embernek az áldozatos munkája és munkaórája is benne van ebben. Tehát engem a nehézségek így találtak meg. Meg hozzá kell tenni, hogy azért ez egy szabadabb életforma itt. A nehézségek, határidők annyira nem olyanok, úgy lehet benne lavírozni azért, hogy jó, majd akkor egy kicsit később, majd megoldjuk addigra, így vagy úgy. Szóval azért szerencsére azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe olyan nagy lelki nehézségeket nem okozott az embernek, hogyha bármilyen apróbb nehézség felmerült. Hogyan képzelem el a jövőt? Ez már egy nehezebb kérdés. Ugye a zenekar lassan 50 éves lesz, hogyha maradunk a témánál. Biztos, hogy nagy ünneplés és kiadványok özene várható. Próbálok benne a magam részéről, ami rám eső feladat esetleg felmerül, vagy bármiben tudok segíteni, akkor odaállni mellé, és minél tovább ott maradni, és segíteni őket, ameddig ezt tudják csinálni. Én mindenképpen úgy tervezem, hogy szerintem ez az érzés bennem, hogy én őket szeretem meg a rockzenét, ez nem fog elmúlni, ez szerintem már szüleinkből és az ő korosztályokból is adódóan látszik, hogy ez nem korfüggő dolog, úgyhogy ha beleöregszik, az ember beleöregszik. A magam részéről pedig a civil életben pedig hát próbálom csinálni az eddigi munkámat a lehető legjobban, és annak is természetesen minden mellett megfelelni, és a céljaimat elérni. Köszönöm szépen, hogy egy ilyen kirándulást tehettünk veled a rockzene és a Playmobil világába. Én is köszönöm a lehetőséget. És önöknek is nagyon köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is. Viszontlátásra!